2008 tavaszán az országban negyedikként alakult meg Nyíregyházán a Szépkorúak sportklubja. Induláskor 14-en látogattak ki a városi stadionba, hogy kipróbálják a teniszt és a tekét. Az elmúlt 5 évben mind a résztvevők, mind a sportágak száma jelentősen nőtt, az idei esztendőben a tenisz és a teke mellett asztali tenisz, koszogás, ulti és jóga várt a csütörtökönként a már 280 főre dúzott klub tagjait. Az évek múlásával egyre nőtt ez a létszám, és nem akarom külön részletezni az évente növő létszámot, hiszen most a 6. évet úgy zárjuk, hogy 280 fő van az ország legnagyobb szépkorúak szervezett klubja, a Nyírsuli által szervezett klub, és hát óriási örömmel jönnek ide a szépkorúak több sportágba, hiszen tekébe, ultiba, teniszbe, asztali teniszbe és jógába szerepelnek. A jóga a legnagyobb létszámot mozgatja, hiszen már közel 50 fő jár ide heti egy alkalommal. A klub tagjai regionális és országos versenyeken is megmérettették magukat, és ezekről rendre érmekkel tért haza a nyíregyházi különítmény. Igazán büszkék vagyunk, hiszen évről évre jobb eredményeket érnek el az ország különböző pontjain, sőt a megyei nyugdíjas szövetség és a Nyíregyháza és térsége nyugdíjas szövetség is minden évben rendez egy-egy sporteseményt 2-300 fő részvételével, és akik a Nyírsulis klubba járnak, a Szépkorúak klubjába, egyre több érremmel gazdagítják a palettájukat. A klub tagjai a hagyományos fotózással és közös ebéddel zárták a szezont, legközelebb pedig jövő év májusának első csütörtökén találkoznak majd a szépkorú sportemberek.